Két autó gyújtott fel egy ittas férfi Sárváron 2020. december 17-én hajnalban. Az ukrán férfi egy benzinkúton vásárolt motormosó folyadékot, majd az első útjába került járművet felgyújtotta vele. A tervezett szervizelés miatt egy autószerelő műhely előtt leállított Ford teljesen kiégett. A férfi tovább gyalogolt a szállás helye felé, és a szapút sétánynál betörte egy fa alatt parkoló BMW ablakát, majd ezt az autót is felgyújtotta, emiatt a közelében parkoló jármű is megrongálódott. A művelet közben a gyújtogató megsérült, így a vérét csöpögtetve jutott el a házhoz, ahol a szállása volt. A rendőröket a vérnyom a tettes ágyáig vezette. Az ukrán férfit őrizetbe vették. Információnk szerint azt hajtogatta, hogy amíg nem mutatnak kamerafelvételt arról, hogy ő gyújtotta fel a járműveket, addig nem ismer el semmit. Azt talán az ittassága miatt nem mérte fel, hogy egy teljesen bekamerázott benzinkúton vásárolta a gyúlékony folyadékot pár perccel a tűz keletkezése előtt, majd több biztonsági kamera előtt is elsétált, a felvételeket pedig a rendőrség fogja kielemezni. A gyújtogató ellen garázdaság és egyéb bűncselekmények miatt eljárás indult.